Míg hazánknak az 1956-os év a forradalom miatt maradt emlékezetes, addig az európai futball életében egy különleges díj megalakulásához köthető. Az aranylabda ebben az évben került először kiosztásra, melynek az ötletével egy bizonyos Gabriel Anno a L'Équipe újságírója állt elő. A korábbi francia futballista nevéhez köthető még 1932-ben a francia profi labdarúgó bajnokság bevezetése, valamint az 1955-ben még Beck néven futó nemzetközi kupasorozatnak a Bajnokok Ligája elődjének megalakulása. Szeretnél még többet megtudni a futballról és annak történelméről? Ha nem, akkor azt nagyon sajnáljuk, viszont ha igen, akkor mindenképpen iratkozz fel a Félidő YouTube csatornára, hogy értesülj és ne maradj le a legújabb focis videóinkról. Visszakanyarodva az aranylabdához, ez a futballtörténelem egyik legrégebbi és legrangosabb egyéni díja, melyet a France Football hírmagazin évente ítél oda az aktuális esztendő legjobb labdarúgójának. Az aranylabda megalakulásának kezdetétől 1956-tól egészen 2006-ig kizárólag az európai futballújságírók szavazatai döntöttek a díj nyerteséről. 2007 után ezen felül a nemzeti csapatok edzői és csapatkapitányai kaptak szavazati jogot. 2010-ben egy 5 éves megállapodást kötött a France Football a FIFA-val, és az aranylabdát átmenetileg összevonták a FIFA évjátékosa díjjal. Ebben az időben a futballújságírók szavazati joga megszűnt, csupán a válogatottak edzőinek és csapatkapitányainak voksaira hagyatkoztak. Mindemellett 38 éven át csak Európában futballozó, európai származású labdarúgó nyerhette meg a díjat. 1995-ben módosítottak a szabályokon, ennek köszönhetően George Weah lett a legelső és azóta is egyetlen afrikai származású aranylabdás, valamint az első nem európai futballista, aki elnyerte ezt a díjat. 2007-től kezdődően már nem csak Európában futballozó játékos, hanem globálisan bármelyik kontinens profi labdarúgója elhódíthatta ezt a díjat. Ez a módosítás sok mindenen nem változtatott, hiszen 2007 után is csak európai topligában szereplő labdarúgó kapott aranylabdát. Érdekesség, hogy 1995 előtt 10 bajnokság adott aranylabdást, azután pedig napjainkig a 4 topliga játékosai közül került ki a végső győztes. Gabriel Anno a mai futball is hálával tartozik az erőfeszítéseiért, mellyel új szintre emelte az európai futballt, ezzel hozzájárulva a labdarúgás fejlődéséhez. Ha tetszett a videó, akkor egy like formájában jelezd felénk. Ha nem szeretnél lemaradni a legújabb focis videóinkról, akkor iratkozz fel a Félidő YouTube csatornára.